Egy picit a vizsgák tapasztalatairól. Ugye most csak gyerek számokról beszélve, de 12 ezerből kb. 2000 embernél volt az, hogy nem sikerült ugye a első körben a vizsga, tehát egy 18%-ot érint. Ugye az a kérdés, hogy milyen okai vannak ennek. Hát a kollégákkal beszélgettünk, mind a munkáltató részéről, mind a vizsgabiztosok köréből vannak információk. Ugye azt el lehet mondani, hogy részben oka ez a sikertelenségnek, hogy ugye változott a vizsgáztatásnak a rendszer, a módszertana. Tehát ebből adódhat egy ilyen jellegű dolog. Én ezt tartom a kisebb százaléknak. A másik az visszavezethető egyfajta, hát nem szeretem ezt a szót használni, hogy felkészületlenség, de sok esetben előfordult a visszajelzések alapján, hogy nem fordítottak elég időt arra, hogy a kiadott anyagok alapján felkészüljenek a vizsgákra. Ez azokban az esetekben a tesztlapokból derül ki jól, hogy tényleg csak egy-két kérdésre múlik a dolog. Ott látszik azért, hogy valami tanulás volt, foglalkoztak vele, de azokban az esetekben, amikor 40 kérdésből 4-5-re tud valaki helyes választ adni, úgy, hogy mellette egy adott helyszínen, egy adott munkakörben arányaiban a többiek átmennek nagy számmal, akkor ott személyes felkészületlenség alapítható meg. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy adott területen, és nem akarok tényleg konkrét helyszínt mondani, nem az az érdekes, hogy egy munkakörben ott mindenki megbukott. Ez nem így történt. Igen, volt olyan terület, ahol magasabb volt ez a szám, de mellette írtak ugyanúgy 100%-ot is. Tehát nagyon vegyes volt ez a kép. A másik, amit jellemzően hallottam a vizsgabiztosoktól, sok esetben előfordult az, hogy egyszerűen kitöltés nélkül visszaadták a tesztlapokat. Nagyon nagy számú ilyen eset volt. Ennek az okát igazán nem értem. A másik, hogy elmentek gyakorlatilag a vizsga után. Tehát azt nem várták meg, hogy az eredmény kihirdetésre kerüljön, hogy az igazolásokat nem vették el. Később aztán a csomópont vezető munkáltató joggyakorló futkározott és nyomozta, hogy kinek mikor hol kell átadni ezeket. Ebből volt némi kavarodás. Én úgy tudom, hogy a munkáltató hozott intézkedéseket erre vonatkozóan kilátadva az, hogy ezt tartsa be mindenki szigorúban, hogyha a vizsgára van vezényelve, akkor tessék ott maradni. Az én vezényelt munkaidőnek számít. Tehát ha valaki 9 órakor elkezdi és 9-15-kor beadja, akkor az nem azt jelenti, hogy onnan el lehet menni. Aztán, amit én nem nagyon akartam elhinni, de azt kell mondjam, hogy tavasszal felvetett indokok között volt egy olyan, hogy hát, sok ember nem tud helyesen írni, meg olvasni, tehát ilyen szövegértési problémáim vannak. És azt kell mondjam, és be kell lássam, hogy én sem gondoltam, hogy ez ilyen nagy szám jelennek. Tehát valóban magam is tapasztaltam, voltam több vizsgán ellenőrizni, egy-egy helyszínen voltam vizsgáztatni is, megnézni, hogy tényleg hogy zajlanak az események. És azt kell mondani, hogy tényleg van ilyen, amikor azért nem sikerült valakinek a vizsgálni, mert egyszerűen a tesztlap olvasásával voltak problémái, tehát ott egy valamilyen fajta segítséget kellett ahhoz nyújtani, hogy hát az ember elmondta neki a kérdést, felolvasta, akkor megértette, és még hát Isten nem is talált jó választ, tehát abban már nem kellett segíteni, mert a három közül valamelyiket ékszerte. Tehát ez is egy olyan dolog, amit a jövőben meg kell majd azért nézni, meg valamilyen fajta intézkedést kell ezzel kapcsolatosan hozni ilyen esetekben. A szövegértési problémán hogy lehetne változtatni, mondjuk említette ezt az előadásom? Hát ezt, ahogy mondtam, ez számomra is még kérdés. Hát, nyilván tudnánk mondani ötleteket, hogy
kell. Olvasni kell. Igen. Nem az a baj, hogy egyszerű, mert én magam tapasztaltam, hogy a tesztlapnak a kitöltése az így ötűzve. Tehát olvasással van probléma, nem az, ha az ember szóban elmondta neki, vagy kapott egy kis segítséget, nem értette, tehát nem az értelmi képességek nem is szerzik. Hát ez egy fajta, nem tudom a számot pontosan, de 6 általános iskolai, 6 osztályos végzettségű emberekről van szó. Tehát nagyon sok valakinek nincs meg az alapfokú iskolai végzettség. Nyilván ennek valamilyen oka van, ez nem abból adódik, hogy a két világháború között született, hanem valamiért kimaradt az alapfokú oktatásból. Ugye bekerült a vasúthoz, eltelt az idő, 30 év, nem tudom. Szóval nem tudok ebben okosat mondani, valamit tenni kell nyilván. Több helyen tapasztaltuk azt, hogy ezeknél az embereknél a parancskönyvet úgy olvassák fel, és azután iratják a levelet. Mert hogy azt nem tudja elolvasni. Tehát ott helyben ismerik ezeket az embereket a vezetők, fel van neki olvasva a parancskönyvi rendelkezés, megértettem, és aláírja. Hányan lehetnek ők, akik? Ebből hát egy 2 tucat, 3 tucat ember. Tehát túl sok, de arányaiban ez nagyon elenyésző. Tehát egy MÁV csoportot nézve, egy ilyen 22 ezer emberben van 60 ilyen ember körülbelül. Nem válna be az igazság és állításos esetleg? Mondom, azzal van a baj, hogy magát a kérdést kell elolvasni. Bevállalhatna ez is, persze lehetne idézőjelben ilyen leegyszerűsített tesztlapot, hogy csak igennel válaszok legyenek, csak attól végül nem fogja tudni elolvasni magát az alapkérdést. Pont erre szólal majd ez a végső, nem végső, közbenső elemzés a jelenlegi vizsgától, hogy hol voltak azok a hiátusok, ahol le kell avatkozni. Igen. Erre nem a KT a jogosult, hiszen a KT maximum ő csak vizsgázta. Nyilván ezeket átadja és egyeztető a vasútvállalatokkal, és a vasútvállalatoknak meg ugye a kötelességet figyelembe vételével alakítani a kérdési szisztémájukat. Hogy ott, ahol ilyen kritikus állapotok adottak, mint te is mondtál, ott bizony meg kell nézni, hogy ennek mi az oka. Az ő dolguk, praktikusan mondjuk már az ERT-nél, jelződőknél, a látókezelők egy részénél, adott területeken, mert ugye az is van, hogy voltak olyan csomópontok, ahol gyakorlatilag siralmas eredmények születtek, ugyanazokban a munkakörben, mások meg majdnem a 100%. Tehát ott ugyanazok az emberek, nem népszerűek, ugyanazokban a beosztásokban. Igen, konkrét példával, hogy egy területen volt 50%-os sikertelenség, ugyanabban a munkakörben az országnak egy másik felében, hogy gyakorlatilag 100%-ra töltötték, létszámban hasonló. Ugyanabból a témából, ugyanaz a tesztlapsorozat, ugyanaz a beosztás és munkakör. Járművezetői munkakörben, szolgálattevői munkakörben 90% fölötti volt a sikeresség, tehát ott én nem látok olyan túl nagy veszedelmes problémát. Az 5-10% sikertelenség az betudható egy pillanatnyi rövid zárnak, egy fáradtságnak, bárminek, de ott az első javítóvizsga is sikerült azonnal. Itt jellemző a tesztlapokat kielemezve, hogy szinte 100%-ok voltak a válaszok. Egy-egy kérdésre nem sikerült valamilyen válaszolni. Nagyon kevés volt, hogy a határ alatti. Tehát azt lehet mondani, hogy 45 kérdésből azt a 43 kérdést azt el is találták becsülettel. Váltókezelői, kocsivizsgálói munkakörökben ott alacsonyabb, ami a legkirívóbb. Hát,
az ilyen 57% körülbelül egy-egy területen, tehát ahol nem sikerült. 57%-ban, tehát 3%-ban, tehát. Ezekből a számokból nagyon jól kiderül az, hogy mely munkakörcsoportok érintettek igazán, akiknél egy picit majd be kell erősíteni képzési oldalon, illetve majd át kell gondolni bizonyos tevékenységeket.